Már biztosan te is tudod, hogy a koncertszerű fellépések adatait érdemes havi gyakorisággal leadni az Artisiusnak. Most azt mutatjuk meg neked, hogy ezt hogyan tudod megtenni online. A fellépések menüponton belül válaszd a fellépések opciót, aztán kattints a fellépés bejelentése gombra. Nagyon fontos, hogy itt most nem szerzőként, hanem előadó művészként teszel nyilatkozatot a fellépésről, ezért csak akkor használd ezt a bejelentő felületet, ha te magad vagy a fellépő, akár szólóban, akár zenekartagjaként, és felelősséget tudsz vállalni az adatok hitelességéért. Az első oldalon a rendezvény beazonosításához szükséges információkat kell megadni, mint például a rendezvény neve, időpontja és a helyszíne. A fellépő formáció kiválasztásához betöltöttük a felületre az adatbázisunkban szereplő összes zenekar és szóló előadó nevét. Kezd el beírni a zenekarod nevét a fellépő formáció neve mezőbe, és a találati listából egyszerűen ki fogod tudni választani. A rendezvény megnevezése mezőbe lehetőleg ne csak annyit írj, hogy XY zenekar koncertje, hanem az esemény pontos nevét, amin a nyilvánosság számára meghirdetésre került. Egy egyszerű kérdés következik arról, hogy a zenekarod mellett mások is felléptek-e az eseményen, majd a koncerttípusát kell egy listából kiválasztanod. A dátumot egy naptár segítségével tudod megadni. Természetesen már megtörtént fellépéseket lehet csak bejelenteni, jövőbelieket nem. A fellépés pontos időpontjára és hosszára is szükség van. Ezen a felületen belföldi és külföldi fellépéseket is be tudsz jelenteni hozzánk, de külföldi fellépés esetén ne felejtsd el a listából kiválasztani az adott ország nevét. A rendezvény helyszíne mező szintén több ezer belföldi kulturális intézmény és zenei klub nevét és címét tartalmazza. Ha nem találod a listában az adott helyszínt, kérjük minimum az intézmény vagy szórakozóhely nevét, és a települést add meg nekünk, hogy a szervezői bejelentést és a jogdíjak befizetését kollégáink ellenőrizni tudják. A következő oldalon a rendezvény szervező vagy megrendelő nevét és elérhetőségeit lehet rögzíteni. Külföldi rendezvénynél minden esetben kötelező ezeket az adatokat megadni, belföldi fellépéseknél nem muszáj, de segítséget jelenthetnek a jogdíjak beszedésében. Az online felületünkön lehetőséged van feltölteni különböző a fellépést igazoló dokumentumokat, például szerződést, számlát, vagy képet, videót, esetleg linket. A műsor oldalon kell megadnod az összes zenei és irodalmi műadatát, ami a fellépésed során ténylegesen elhangzott. Ezen a ponton a legkézenfekvőbb megoldás, ha már egy korábban összeállított setlistet töltesz be, és nem egyesével rögzíted a művek adatait. Az utolsó oldalon összefoglaltuk az általad rögzített információkat egy utolsó ellenőrzésre. Ha minden adat stimmel, kattints a fellépés bejelentése gombra. Munkatársaink pár munkanapon belül ellenőrzik a bejelentésed, és e-mailben tájékoztatni fognak az eredményről. Végezetül az egyik legnagyobb újdonság, hogy ezen a felületen a rendezvényjogosítás és felosztási státuszát is folyamatosan nyomot tudod követni, azaz láthatod a jogdíjfelosztás várható dátumát, de azt is, ha a szervezővel pereskednünk kell a szerzői jogdíjakért.